Közt. Viszont a Diósgyőr hazai környezetben egyszerűen szenzációs. 7 győzelem és mindössze egyetlen vereség ebben a szezonban. A Kecskemét tudta innen elvinni a 3 pontot. Egyébként minden rivális meghajolt Diósgyőrben a hazaiak akarata előtt, és a hazai közönség előtt is, mert hogy a publikum minden egyes mérkőzésen fergeteges volt. Most pedig megpróbálnak rátenni még egy lapáttal, mind az élőképet, mind a hangerőt tekintve, és itt vannak a ferencvárosiak is külön vonattal, illetve menetrend szerinti vonattal, buszokkal, autóval, szóval minden lehetséges módon megközelítve Miskolcot. A pravisták is pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket, és amikor kiadtak még 100 jegyet a ferencvárosiak számára Diósgyőrből, hosszú-hosszú fagyban történő sorbanállással szerezték meg azokat a drukkerek. Egyébként megkezdődött az üzengetés, de itt közben egy búcsúzó Tóth Istvánt búcsúztatja Wagner László, a 45 esztendős asszisztens, elérte a korhatárt, így tehát visszavonul. Egykor amatőr játékosként kezdte, őt köszöntötte tehát Wagner László, és őt búcsúztatja egy eredményes hosszú pályafutás végén a két technikai vezető, egy ferencvárosiak által aláírt mezzel és egy diósgyőriek által aláírt labdával és egy ajándék csomaggal is gazdagodott Tóth István. Sok sikert neki az utolsó mérkőzéséhez. Solymosi Péter vezeti egyébként a meccset, Tóth István mellett Berettyán Péter a másik segítő, a tartalék játékvezető pedig Karapó Ferenc lesz. Szóval a második derbi, tulajdonképpen így nevezték a ferencvárosiak ezt a mérkőzést. Bár ahogy mondtam, elkezdődött már az interneten az üzengetés képi formában a két szurkolótábor között. A fradisták kezdték, mondván, hogy mostanság lett divat meccsre járni Diósgyőrben. Erre a diósgyőriek egy hosszú képsorokból álló összeállítással válaszoltak, amely az elmúlt 20 év bajnoki szezonjait ölelte fel, és megmutatta, hogy minden bajnokságban, függetlenül a gondoktól, vagy éppen a sikerektől nagyon-nagyon sokan voltak ebben a stadionban. A lényeg, hogy most is így van, és a lényeg, hogy óriási, fergeteges a hangulat. A Ferencvárosnál Balogh Zoltán vezetésével érkeznek a csapatok. 33 éves Balogh, és közel 17 éve játszotta az első élvonalbeli meccsét. Azt mondta Détári Lajos, mit mondjak neki egy ilyen meccs hangulatával kapcsolatban, vagy mit mondjak a légiósoknak, például Kleinnek, aki ugye játszott a Real Madrid otthonában, de egyébként ezzel nincs egyedül, mert ugye még volt is lőtt a Realnak, de játszott a Panathinaikos ellen, és játszott a Besiktas ellen, és Solymosi Péterről egyébként annyit, hogy elvezette tavaly az Újpest-Ferencváros 6-0-ás újpesti sikerrel záruló mérkőzést. Nyilván a fradisták szívesen kitörlik azt az emléket a fejükből. A választás Lippai Ákos nyerte, aki visszakerült sérülése után a diósgyőriek kezdőcsapatába. Mint ahogy Márk Otten is ott van a Fradinál a kezdő 11-ben, ő kisebb combsérülése miatt még odahaza is gyógykezelésre szorult, tehát Hollandiába is elutazott, és kihagyta a Kaposvár elleni meccset. Détári Lajos óvatosságból pihentette, most viszont ott van a kezdőcsapatba. Maróti viszont kiszorult onnan, a diósgyőrieknél pedig Rados a kapus, Lippai és Szejdi is a kezdő 11-ben. Gyászszünettel kezdődik a mérkőzés. Két diósgyőri szurkoló, Aradi Miklós és Horváth László, valamint Albert Florián és a Ferencvárosban nevelkedett, de a Diósgyőrben is megfordult, autóbalesetben elhunyt labdarúgó Gajda István emlékének adózva. Rájuk emlékezünk tehát most. Témafelállással emlékezünk halottainkra, elsőként Albert Flóriánra, a császárra, a nemzet sportolójára. Másosorban emlékben elhújt diósgyőri labdarúgókra, tragikus hirtelenséggel 30. évében elhújt Gajda István. És két szurkolókra is emlékezünk, Aradi Miklósra, aki évtizedek óta szurkolt a csapatnak, valamint Horváth Lászlóra is. Emlékünket megőrizzük. Annyit egyébként még az érdeklődésről, hogy ha már Lippait láttuk, ő mondta azt, hogy lassan már ki sem mozdul a lakásból, mert úton útféle megállítják, és előkerülnek a régi, úgymond jó barátok, és jegyet szeretnének szerezni. Ez egyébként így volt Bencés Miklóssal, szerintem a ferencvárosiakkal kapcsolatban, még én is kaptam megkeresést egy általam nem ismert ferencvárosi érzelműtől, hogy nem tudnánk-e behozni valahogy a mérkőzésre. Elképesztő volt az érdeklődés. A kezdőrúgást egyrészt Spitzmüller Csaba rali bajnokunk, másrészt
pedig Külveli István, a Hungers Hotels vezérigazgatója végzi majd el. Kíváncsi vagyok, hogy együtt hogy fogják ezt megoldani. Valószínűleg úgy, hogy az egyikük lepasszolja a másiknak a labdát, így is van. Tisza pedig ott tapsol, ő az Újpest színeiben részese volt, sőt aktív szereplője volt a Ferencváros elleni 6-0-ás sikernek. Két gólt lőtt azon a mérkőzésen. Azt mondta egyébként, hogy számára nem kötődnek olyan érzelmek ezekhez a meccsekhez, mint mondjuk a radistáknak vagy a tőzsgyökeres újpestieknek, ettől függetlenül nem zavarja majd, sőt inkább inspirálja, hogyha szidják a ferencvárosiak a mérkőzésen, mint volt Újpest játékos. Óriási volt a média és a drukkerek érdeklődése is. Így tehát kulcskérdés, hogy melyik csapat hogyan kezeli majd ezt. A Fradi az Újpest elleni 3-0-ra megnyert derbin nagyszerűen kezelte. Ugyanakkor azt se felejtjük, hogy akkor a szurkolók többsége őket biztatta. Bencés Miklós éppen azt emelte ki, hogy most a drukkerek mellettük lesznek, viszont a média érdeklődés kezelése kulcsfontosságú lesz majd a játékosai szempontjából. Egyébként Gallardo az, aki nem játszhat a hazaiaknál, Farkas Balázs legutóbb védett, most viszont már nem tudott lenni a csapatban, akkor is épp hogy összedrótozták. Most Gallardo legutóbb sem játszott, a haladás ellen sérült meg, jobba húzza le közben a labdát, a térdsérülése bármennyire is szerette volna, nem jött rendbe. Gyors Menugong pedig a szíve miatt nem játszik, könnyen lehet, hogy szívnagyobbodása van. Egyébként a diósgyőri drukkerek még az edzésre is ellátogattak, a fradisták nem tehették meg ezt, hiszen szeptemberben másokból ugyan, de néhányan elmentek az edzésre. Klein vágja ki közben a labdát, és ott számon kérték a szurkolók, hogy hogyan szerepel eddig a csapat, és azóta zárt kapus edzéseket tartanak a Fradinál. Vadász bedobása. Balogh stukkolja haza. 403 perce volt gólmentes Jova és a Ferencváros. Most ez lassan 405-re duzzad már, az előző 4 mérkőzésén nem kapott gólt Jova Levente, és 5 meccs óta veretlen a Fradi. Igaz, az előző 2-0-0-ás döntetlent játszott, holott hazai környezetben futballozott a Paks ellen, majd a Kaposvárral szemben is, utóbbi mérkőzésen, mint egy fél órán át ember előnyben. Balog, Jovanovic, Maróti kiszorult a kezdőcsapatból, és Jovanovic, aki az előző meccsen már jobb hátvédként futballozott, most ezen a poszton került a kezdőbe, Abdi megragadtott a Fradinál. A diósgyőrieknél egyébként rengeteg volt a sérült az előző fordulóban, azért Rados, mint láthatjuk, ott van a csapatban, ott van Lippai is, úgyhogy valamicskét javult a helyzet. Jovanovic. Abdi. Úgy fest egy szabadabb szerepkörben, mint azt többnyire megszokhattuk. Nem a bal oldalon játszik egyelőre legalábbis úgy fest. Budovinski volt, Ferencváros játékos is. Ő rúgja most el onnan a labdát. Szeidi. Nem éri el. Ott nem volt szabálytalan. Azt figyelem közben, hogy nagyon úgy fest, hogy 3 védővel futballozik a Ferencváros, és ott nem szűrőként, hanem a védelem tengelyében szerepel. A két oldalán pedig Klein és Balogh Zoltán, azaz 3 vagy esetleg 5 védő függetlenül, illetve függően attól, hogy támad vagy védekezik a csapat. Junior. Szép csel Arzéval szemben. Pölöskei. Budovinski halássza le a labdát. Budovinski egyébként, mint mondtam, volt a Fradi játékosa, és a 2005-2006-os szezonban 14 meccsen egy gólt szerzett a zöldfehérek színeiben Junior. Ő az, aki minden egyes meccsén játszott a Fradinak ebben a szezonban. Józsi. Gál helyezkedett jól. Egyébként a mérkőzés előtt, miközben Détári Lajos láthatjuk, aki néhány hétig volt a diósgyőriek edzője, elvől majd később, szóval a mérkőzés előtt megnyitott a diósgyőriek boltja, szurkolói üzlete, egyelőre még csekély kínálattal, de tavaszra igyekeznek teljessé tenni a kínálatot, mindenképp a Fradi meccs előtt szerettek volna nyitni, ezt mondta a Dudás Nur ügyvezető igazgató. Másfelől pedig felkérték a szurkolókat, hogy szegény rászoruló gyerekeket támogatva advent első vasárnapján ezen a mérkőzésen plüssállatkákkal, kisebb ajándéktárgyakkal, játékokkal érkezzenek, és ajánlják fel azokat a rászoruló
gyerekek számára, hogy legyen szép a karácsony. Nyilván a diósgyőriek karácsony akkor lenne igazán szép, ha ezt a meccset megnyernék. Többször hangsúlyozták is ezt a játékosok, és Bencés Miklós is, hiszen ez az utolsó bajnoki mérkőzés ebben a szezonban. Rados fogta meg a labdát, és gurítja azt ki. Gál elengedi, Vadász. Klein. Hakola csúsztatja meg a labdát. Abdi és Vadász. Vadász el tudja pöckölni. Lipai. Szejdi kap szabadrúgást, Kleinnel birkózott nagyot. Azt mondta Klein, hogy ő biztos nem fogja zavarni, hogyha sokan lesznek, és adott esetben a nyakukba lihegnek, ő ezt szereti, mert végül is ez a savaborsa a futballnak, ezért futballoznak ők. 6. perc a mérkőzésen. Diósgyőri szabadrúgás. Luke, aki egyenlített az Albert Stadionban az 1-1-es kora őszi vagy késő nyári mérkőzésen. Pöröskei. Nem tudja elrúgni Gohér, most viszont igen. Szejdi. Baloggal. Balog szabálytalan vele szemben. Szejdi 6 gólt szerzett eddig a diósgyőri csapatában. Hol kezdőként, hol csereként. 5-ször vetették be csereként, de valamennyi mérkőzéssel játszott. Egy kivételével, bocsánat. Abdurrahmant láthatjuk, az egyik legjobban fejelő diósgyőrit, de jön majd Budovinski is. És ott van Szejdi, és ott van Gál. Rájuk kell figyelni, tehát a 16-oson belül. Kitolja majdnem a 16-os vonaláig a védekezését a Ferencváros. Tisza szabadrúgása. Nem sikerül jól, de Tisza megpróbálja visszaszerezni a labdát. Megfelelt neki a bedobás. Jön Gohér, aki még ifjúsági vagy serdülő játékosként is volt a Ferencváros labdarúgója 2001 és 2006 között. Egyébként a Fradi ellen még nem volt vesztes csapattagja. Klein. Szamária. Pici tarkóval sikerült megcsúsztatni. Lipai. Lukét megelőzte Jovanović. Lipai. Gohér indul befelé, és teszi vissza lövésre a labdát. Lukénak le kell állítania, és aztán a játékvezető orra előtt egy blokk. Luke reklamál több ezred magával. Pász hiba, átszetette hátra röviden. Gárra viszik rá a labdát Szomália. Budovinski bele Szomáliába, és most sikerül Abdurrahmannak kivágnia. Luke. Nincs megállás. Józsi. Junior. Arze szereli. Járt itt egy bolíviai tévéstáb egyébként a közelmúltban, és forgattak Arzéval. Azt mondta, nem sok honfitársa szerepel Európában, nem csoda, hogy figyelnek tehát rá. Itt észlelt kezezést Luke, és bizony kint volt otten karja, azzal együtt, hogy nem akart kezezni, sikerült neki. Abdi, aki a Ferencváros gólját szerezte, akkor még a balhéja előtt volt, és lehetőséget kapott természetesen a Ferencváros Diósgyőr mérkőzésen, utána ugye kizárták a keretből, és úgy távozik, de megkapta a lehetőséget, és élt vele, visszakerülhetett a csapatba. Gál. Arze. Akivel kapcsolatban egyébként, mint elmondta a bolíviai riporter, aki itt járt szóba hozta a válogatottság kérdését is, hiszen a kevés légiós egyike nyilvánvalóan sok figyelmet kap, de azt mondta, számára sokkal fontosabb ezekben a napokban a mai mérkőzés. Arze tovább. Abdurrahman. Gohér. Luke. Jovanovićot mozgatja meg. Jova lehúzza a labdát. A Nemzeti Sportnak annyit árult el egyébként, hogy rendre csirkecombot ebéddel, és vannak még fix szokásai egy-egy mérkőzés előtt, úgymond babonái Jova Leventének, mint általában a kapusoknak. Minden esetre
Azt mondta, miután úgyis nehezen tud elaludni a meccseket megelőző estén, így videóról összefoglalókat néz, és akkor elemzi az ellenfél játékosait. Ezért tudta például, hogy mit fog tenni Perics a kaposvári csatár Zitzerben. Vadász! Tisza tolta meg jó ütemben. Ottan ment ki rá, Tisza. Luke kéri el. Jovanovic nagyon jó ütemben. Aztán viszont rossz felé húzza meg a csel. Tisza ért hátra. Arze. Abdurrahman. Tisza. Vadász ért hátra a helyére. Gál. Budovinski, Gohér. Abdi. Hakola. Pölöskei kihúzódott a jobb oldalra, Szomália van most középen. Hakolának pörgeti vissza Pölöskei. Budovinski lábat talál, Hakola lábát. Szóbeli feddés Budovinski Krisztiánnak. Ne többet, mutatja Solymosi Péter. Budovinski azt mondta, hogy talán most van a csúcson, a pepsifoci.hu-n nyilatkozott, és későn érő típusnak vallotta magát. Azt mondta, hogy máskor 16 meccs után nem 4 sárgája volt, hanem nagyjából 10, meg egy-két piros lap is még becsúszott. Most arra változott a helyzet. Józsi. És szöglet. Diós Győri fejről ment ki a labda, Gohéré volt az. Az első sarokrúgás a mérkőzésen. Hakola. Át a hosszúra, ott viszont csak piros mezesek, Budovinski csúsztatta tovább. Jovanovic. Hakola. Gohér mellett. Ezt is kifejelik, de csak Józsiig. Józsi lecsap rá, és aztán egy jónak tűnő lövés. Rados azért rajta volt. Jól látta, hogy mellé megy. Szóval Détári Lajos 2004-ben nevezték ki az akkor az élvonalba feljutó diósgyőriek szakvezetőjeként. El is kezdték vele a felkészülést, de a pénzügyi problémák miatt gyorsan távozott. Ennyit az ő diósgyőri múltjáról. Hakola. Abdi. Az jónak tűnik, Pölöskei kissé kisodródva. Rosszul találja el Pölöskei Péter. Aztán viszont eléggé hajmeresztő volt Rados kidobása, Pölöskei egy előnyszabály után. Hakola és Rados. Lent maradt egy ferencvárosi, egy most még egy, valamint egy Diósgyőr játékos is. Junior volt, aki elsőként lent maradt a gyepen, aztán pedig, ha jól látom, Luke és Jovanovic, így van, egy ütközést követően. Budovinski segíti fel Jovanovicsot. Itt van Rados kisé könnyelmű kidobása. Arze elől csenték el a labdát. Itt pedig inkább Jovanovicsnak volt oka, hogy megsérüljön, mint sem Lukénak. Junior sántikál le, az oldalvonalon kívül folytatódik az ápolása. Hakola kocog a labdáért, a Fradi hozza majd játékba egy bedobás formájában. Hakola pedig visszaadja Rados. Budovinski a jobb szélre, Vadász, Gál. Abdurrahman, junior visszatérhetett a pályára. Budovinski. Szomália. Józsi, Jovanovic.
felé tart a labda, egy kicsit lecsúszott a lábáról. Diós Győri bedobás. Kétári Lajosra felkerült a nagy kabát. Jovánovics. Már ferencvárosi szabadrúgást fújt Solymosi. Gohéra képen, aki a Szolnok színeiben lőtt egy óriási gólt annak idején a Fradinak. Természetesen jól emlékszik arra a találatára. Hakola. Abdurrahman kicsi röviden. Arcel. Szeydi rástartól, Balogh teszi haza Jovának. Megint lent marad egy ferencvárosi. Lipai. Vadász. Gál nem indít, Budovinski. Gohér. Abdurrahman adta el a labdát. Gohérnak kell szaporáznia, mert ott van Szomália, és végül a brazilról megy ki a labda. Balogh. Lippai be a védők mögé, ott elé Szeydi versenyfutás, a Szeydi ebben nem rossz, de mennyire, hogy nem az. Szöglet. Főbirkózásban talán kevésbé jó, pedig kiváló alkatú csatár, viszont versenyfutásban, hogyha a védők mögé beteszik a labdákat, nagyon jó. Ezt Bencés Miklós is elmondta néhány héttel ezt megelőzően, amikor Szeydi kimaradásáról kérdeztem. Akkor a taktika azt kívánta meg, most pedig mást. 17. perc, Tisza. Jova marad a vonalon, és Goltka! Szeydi a gólszerző! Vezet a Diósgyőr, Szeydi 7. gólja a szezonban. Ott volt mellette egy Ferencváros, ide túlugrotta őt. A harcosságával, a gyorsaságával összehozta a szögletet Szeydi, és a sarokrúgás után ő szerez vezetést. Tisza pedig gólpaszt adott. Junior mellől fejelte be. Kérdés, hogy Jovának ki kellett volna jönnie erre a beadásra, vagy sem. Miután megvolt mindenkinek, az emberek talán azt hitte, hogy megoldják majd a védőt, de nem oldották meg. Ez elég gyorsan, mert 420 percig nem kapott gólt a Ferencváros. Most viszont igen. Jovánovics. Megzavarodik ettől vajon a Ferencváros, amely az utóbbi időben nem igen került hátrányba. Hakola. Budovinski feküdt elé. Szeydi egyébként legutóbb a Vasas otthonában szerzett gólt két fordulóval ezelőtt, és két perccel az akkori meccs vége előtt, egy győztes gólról beszélünk. Otten. Vadász veszi le az indítás után a labdát. Rövid Szeydinek. Junior. Józsi. Újra Józsi. Hakola. Megy előre Jovánovics a jobb szélen. Józsi. Belelép Igor Gál. Klein. Junior indul befelé egy jó csellel. Junior még elveszíti, és talán üresen marad a helye. Klein próbál oda kihúzódni, Szeydivel kell tartania. Nem látott szabálytalanságot Solymosi. Abdi. Nagy az iram, továbbra is Pölöskei, Budovinski mellette. Pölöskei néz föl, jónak tűnik a beadás. Hakola talán megzavarta Szomália, aki a labda felé lépett egyet a 16-oson belül. Jovánovics. Hakola. Balogh. Abdi. Egy finom csel.
és feldobta magát ezek szerint. Ott volt az asszisztens, a búcsúzó Tóth István az eset közelében. Itt láthatjuk, ahogy Hakolának ez jó lett volna kapáslövésre akár. Szomália mozdulata azonban minden bizonnyal megzavarta. Hiába húzta vissza a brazil a lábát a végén. Vétári Lajos feszült. Az előző mérkőzés után Németh Ádám játékvezetőnél reklamált hosszasan, mondván, hogy a kaposváriak kapusa végig húzta az időt, de csak a legvégén kapott sárga lapot. Nos, nem mondott különösebben csúnyákat, Détári Lajos így megúszta írásbeli figyelmeztetéssel, bármennyire is indulatos volt, ezért lehet itt most a kispadon. Klein. Józsi. Szomália kéri el. Arze, Vadász, jól indulnak meg a labdaszerzés után, de aztán Vadász kiviszi a pattogó labdát. Nehéz innen föntről megmondani, hogy milyen a pálya, és most nem volt alkalma megnézni, de hát biztos, hogy kemény a talaj, hiszen fagypont közeli a hőmérséklet. Pölöskei, löp rajta egyet Gohér. A verekedés az én feladatom, mondta Pölöskei, hogy mire háttal a kapunak, de azt is hozzátette a csatár, hogy úgy érzi, ebben ő a legjobb pillanatnyilag a Ferencvárosban. Kiemelte azt is egyébként, hogy azt szokták mondani, hogy játékos számára mindig az a legjobb edző, akinél játszik, most az ő esetében is így van ez Détárival. Rados egy látványos mozdulattal Klein fejesét vérte. Kleinnek volt gólszerzési lehetősége a Paks, majd pedig a Kaposvár ellen is azt mondta, hogy talán határozottabbnak, agresszívabbnak kellett volna a 16-oson belül lennie, és megpróbált az lenni Budovinskival szemben. Egyik csapat sem volt egyébként elégedett az előző fordulóban elért döntetlennel, hiszen úgy érezték, hogy domináltak a Fradi ugye létszámfölényben a Kaposvár ellen, a Diózsér pedig Zalaegerszegen. Gál szabad rúgása. Tiszának nem sok esélye volt, Klein fejelte el, Hakola. Junior jobbal. Abdi ügyeskedik, Józsi. De a védők mögé, Rados. Látta, hogy Budovinski bajban lehet, hogyha a Pölöskeivel kell versenyt futnia. Jött is a kapus. Balog, pont Lukéhoz. Szejdi üldözi Balogot. Ez most jó, Jovanovics. Gohér. Csellel kísérletezik Gohér, de belesül. Ez viszont pontatlan Abditól. Azt mondta Détári a meccsel kapcsolatban, hogy reméli megmutatja a csapata, hogy milyen az igazi arca, és a saját játékukat lesznek képesek játszani Diósgyőrben is, úgy, mint tették azt az előző mérkőzéseken. Szomália, buktatja Gohér. Józsi gyorsan elvégzett szabadrúgása, Rados. Még éppen a vonal előtt. Letámad a Ferencváros, Vadász megoldja, Abdurrahman. Ő lehet gondban a jelek szerint. Hakola tapad rá Abdurrahman, kiválóan fedezi a labdát, amely aztán róla megy ki. Arze vágja el onnan, és saját térfele közepéről dobhat majd a Ferencváros. Jovát zavarta Szejdi. Pölöskei lépi át a labdát, Gál. Gyorsan fordult a horvát védő. Rados, huha! Borzasztóan pattant a labda, és ezt be fogják rúgni. 1-1! Gál elég kellemetlen helyzetbe hozta kapusát. Rados meg nem tudta elrúgni a labdát. Szomália a gólszerző. Az előző két meccsen nem tudott, most gólt szerez a Ferencváros. Egyébként is idegenben összességében jobban megy a Fradinak.
amely mindössze a 14. gólját szerezte ebben a szezonban. Gál talán megoldhatta volna másképpen is. Hopp, felpattan a labda az utolsó pillanatban. Szegény Rados luftot rúg. Szomália meg ott volt. Ezért mondtam, hogy nyilván fagypont közeli hőmérsékletnél kemény a talaj, és a göröngyök is jobban kifejthetik hatásukat, mint például most. Íme. Szomália egyenlített tehát, akinek ez volt a harmadik gólja a szezonban, ezzel most már egyedül ő a házi gól királya Fradinál. 7 percig vezetett csupán a házigazda. Lukétól pattan el a labda. Szomália. Abdurrahmannal. Abdurrahmann meggyötri és labdát szerez. Budovinski. Fölöskei lábai között. Fölöskei kapasztán az arcához. Balog. Fölöskei még a gyepszőnyegen. Jovanovic. Kipöcköli. Budovinskival találkozott Kölöskei Péter, és ezt az ütközést követte a sérülés. Az asszisztensnél reklamál, azt hiszem, de lehet, hogy Budovinskinél, igen, utóbbi. Visszaadja vissza a labdát, ápolásra tehát nem volt szükség. Hintz és Miklósék azt szerették volna, ha szépen búcsúznak ettől az évtől, szépen köszönik meg a szurkolóiknak az egész éves biztatást, és nem mellékesen, ott lehetnek továbbra is az élmezőnyben egy győzelem esetén. Most meg Gohér fogja a fejét. Balogh Zoltán a felezőnél a 16-os vonaláig hajítja a labdát. Budovinski. Józsi vissza. Abdurrahmann. Arze. Az nem jó. Arze talán valamivel haloványabb, mint azt általában megszokhattuk tőle. Jóva dobja ki a labdát, Balogh Zoltán. Klein. Junior. Kapott egyet Junior. Abdi játsza meg a labdát, a játékvezető pedig közben sípolt már. Lippai volt szabálytalan. Kicsúszik a labda. Hakola igyekezett bent tartani. Szejdi kiteszi Balogot a labda alól. Klein. Balogh Zoltán. A két szurkolótábor már is megtette a magát, legalábbis, hogy magáért, legalábbis, hogyha Balogh Zoltán nyilatkozatából indulunk ki, mert ő azt mondta, hogy mind a diósgyőri, mind pedig a fradi szurkolótábor jelent egy-egy gólt saját csapatának. Balogh veszi kézbe a labdát, és ő hajítja majd azt nyilván a kapu előterébe. Ennek megfelelő a többiek helyezkedése is. Három ferencvárosi egyelőre ott. Pölöskei támadta a labdát. Szomália. Junior. Gál csak megcsúsztatja, de éppen így jó Lukénak. Szejdi még talán hozzáért. Jovának mutatja Balogh, hogy jöjjön, és jóval jön.
két játékos. Békés Csabáról indult egyébként néhány év eltéréssel. Jova abban az évben született, 1992-ben, amikor a Fradi itt nyert bajnoki címet. Fohér, Tisza. Újabb bedobás lesz. Megint csak Gohér. Arze mutatja magát. Így Arze kapja a labdát. Arze. És még csak szöglet sem lett belőle, megoldották a ferencvárosiak végül. Voltak ott, hogy hárman legalább. Abdurrahman. Az egyenlítő gól még egyszer, ritkán látható találat volt. Rados tapasztalt kapus, de vajon megfogja-e őt ez a gól? Tisza. Térül, fordul. Lippai. Tiszának volt magas. Hakola. Leinszult közbe. Abdurrahman. Jovanovic kibújik. Abdurrahman. Jovanovic nyeri kettejük csörtéjét. Pölöskeit játszotta volna meg, Pölöskei mozgott a vonal felé. Pölöskei. Ezzel lehet menni. Már nem nyílt ki a Ferencváros, 6 fehérmezes is van hátul. Luke. Még tovább verekszi magát, Arce. Ez is jó. Lippai. Egy ügyes csel, Lippai. Egyre távolabb a kaputól azonban. Seydi. Luke. Az jó Seydinek. Seydi. Kellemetlen volt kapus szempontból. Erőből lőtte oda Jova elé, hogy ott pattanjon a labda. Abdurrahman. Arze Gohér. Balog hátáról pattan le a labda. Józsi. Gohér, ez rövid. Hakola. Jól olvasta a játékot Budovinski, de Józsi is. Hakola tovább, Szomália, Gohérral találkozik, mindketten reklamálnak. Jovanovic kap szabadrúgást végül. Rengeteg a csata, a párharc, rengeteg a test elleni küzdelem. És kemény férfias összecsapások ezek, ez most éppen szabálytalan is volt. Józsi szabadrúgása. Lippai. Az első labdaérintése nem sikerült túl jól, de aztán megoldotta a csapatkapitány. Szöglet. A Fradi második sarokrúgása lesz ez a mérkőzésen. És ez is kéz volt, épp úgy, mint a túloldalon, ott ennél. Abdi rárúgta egy Diósgyőri kézre a labdát.
Elfejeli ki a labdát. Józsi. Akkor a tétovázás nélkül ballal. Bölöskei ért még hozzá. Elmondta az általam már említett interjúban, hogy rengeteget számít neki a bizalom, íme a kezezés még egyszer. Nagyjából ugyanaz Pepitában, mint amit láttunk a túloldali kapunál. Szejdi. Otten csúsztatja haza. Jovanović. Abdurrahman mellett befelé, Jovanović. Szomália. Hakola. Józsi, és ezzel megindul a Diósgyőr. Gál lépett ki a védelemből. Luke. A 44 most több volt, mint a 88. A 44-es számú Klein szerelte, a 88 a Seydit. Józsi. Bölöskei. Gállal a sarkában. Bölöskei, aki azt mondta, hogy aki ismeri, azt tudja, hogy van érzéke a játékhoz. Más kérdés, hogy nem egy Abdi típusú, látványosan futballozó labdarúgó. Hakola. Jovanović. Ez hosszú lesz. Abdurrahman. Józsi, okosan. Jovanović. Budovinski. Klein. Most beszorul egy kicsit a Diósgyőr. Abdi. Még megtolja, de ott már nincs ferencvárosi. Budovinski. Most elrúgdossák csak a labdát a piros mezesek, és ebből azonnal jön vissza a ferencváros. Jovanović. Lohér szerel. Abdurrahman. Ezzel viszont most meglódulhatnak. Tisza. Körülnéz, de aztán Klein egy taktikai szabálytalansággal megállítja. Nagyon rutinos Klein, hiszen ott a túloldalon létszámfölényt alakíthattak volna ki a diósgyőriek, hogyha ezzel megfordul Tisza és tovább teszi. Lohér engedte ki a labdát. Ezzel inkább hagyja. Tisza, Gohér. Szejdi visszajátsza hozzá, és aztán Arze is Gohért venné célba. Otten haza. Jova el tudja rúgni a pattogós labdát. Persze itt most lehetett arra számítani, hogy így pattan majd fel. Vadász engedi lepattanni. Klein bele Lukéba, és Luke már onnan is veszélyes lehet. Luke lövi el! Azt a mindenit, mekkora gól! 39. perc, Luke góljával megint vezet a Diósgyőr. Hát mondom, hogy veszélyes lehet abból a távolságból is. Ahogy belerúgta Klein, és kicsit közelebb vitte a kaputól, már lehetett érezni, hogy ebből lövés lesz. Az más kérdés, hogy nem lehetett tudni, hogy ilyen. Elképesztő rúgó technikája van Lukénak. És Rádos egy kicsit fellélegezhet. Luke gólja anulálta az ő hibáját. Itt Klein elrúghatta volna a labdát, de belevágta Lukéba. Aki néhányat tolt rajta, aztán bum. Csodálatos gól. Luke oda-vissza gólt rúg a Ferencvárosnak.
ez a hetedik gólja a 34 esztendős dallábas középpályásnak. És úgy citál a labda, hogy látszik jó a mozgását, nem oda várja. Az a kapu, amely bevehetetlen volt négy csapat számára egymást követő mérkőzéseken. Most a diósgyőriek számára egyáltalán nem az. Hakola. Abdi. Hakola. Budovinskinak csak ki kell kísérnie. Azt mondta egyébként Luke a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy egy Betis-Sevilla mérkőzéshez természetesen nem hasonlítaná, hiszen ott 75 ezeren vannak, egész más, de itt is csodálatos atmoszférát képesek teremteni a szurkolók. És arra a legbüszkébb pályafutása során, hogy egy idegen kultúrában, egy tulajdonképpen idegen országban elfogadtatta és megszeretette magát. Teszem hozzá, nem csoda, hogyha ilyen gólokat rúg. Junior és Gál összecsapását egy kirúgás követi majd. Pedig Gálról ment ki a labda, jól látszik ezen a képen. Persze, ahol a kameránk áll, ott nem áll asszisztens. Nem Rados végzi el a kirúgást, ennek az az oka, hogy még mindig nem jött teljesen rendbe a sérülése, így viszont azt gondolom, hogy kicsi érthetetlen Gál megoldása, aki a ferencvárosi gól előtt hátrapasszolta a labdát. De Radas az előző fordulóban nem is tudott védeni, mert járni sem igen tudott, mondta Farkas Balázs, hogy azért védett ő, mert kettejük közül ő volt képes járni. A Debrecen elleni Liga Kupa meccsen sérült meg egyéb iránt a horvát kapus. Klein, jó megoldás, Balog. Arze mellett tovább, Jovanovic. Megfogták a derekát. Bohér követte el az aprócska szabálytalanságot. Józsi. Abdi. Nem fújnak be neki szabadrúgást. Szeret cselezgetni Abdi, de óriási ilyenkor általában a diósgyőriek létszám fölénye vele szemben. Lipai. Józsi. Abdi kap egyet most Vadásztól. És Vadász besárgul. Ez az első sárgalapos figyelmeztetés a mérkőzésen. Gál. Luke. Azzal együtt egyébként, hogy Gallardoval, Lukéval nagyon erősek, nagyon elégedettek a diósgyőriek. Itt van még Carreño is, meg egy spanyol erőnléti edző. Nos, nem terveznek újabb spanyol játékosokkal. Azt mondták, Szentes Lázár mondta azt egészen pontosan, nekünk nyilatkozva, nézzük közben Hakolát. Rados véd, de kijött róla. És aztán elrúgják a diósgyőriek. Szóval azt mondta Szentes Lázár, hogy 3-4 játékos az optimuma az egy nemzetbelieknek egy keretben. Utána problémákat szülhet, hogyha még többen vannak itt, tehát nem hoznak spanyolokat, viszont csatárt, ha tudnak a téli piacról megfelelő képességű csatárt szerződtetni, akkor hoznának. Abdurrahman. Arze. Balog, Jovanovic. Kivitte Jovanovic Arzétól szorongatva. Arze az edzője színe előtt tüsténkedett, így gyorsan meg is dicsérte őt Bencés. Azt is mondta egyébként Szentes Lázár, hogy már az elmúlt télen az NB2-ben arra készültek, hogy NB1-es keretet hozzanak össze, amely megállja a helyét majd az élvonalban is. És ez így is lett. Tehát
persze erősítettek még, de azért már látszott tavaly a másodosztályban is, amikor ennek tavasz produkáltak, hogy ez a keret jó lehet majd az élvonalra. Gohér. Harze. Lippai nyúl otten után. Szomália. Luke. Átviszi rajta a labdát. Szomália junior tovább. Abdi. És Ramos. Junior. Józsi. És kint a labda, másodpercek vannak már csak hátra az első félidőből, mert nem hosszabbít Solymosi játékvezető. 2-1-re vezet tehát a diósgyőri csapat. Egy jó iramú, harcos és fantasztikus hangulatú mérkőzés eddig. Pölöskei, de nincs még vége az első játékrésznek. Pölöskei. Gál mellett középre teszi, Szomália befordul a labdával, de ott van egy diósgyőri, Lippaiért hátra. És ez a vége az első játékrésznek. Még majdnem kialakított egy helyzetet a Ferencváros. Szejdi szerzett vezetést a hazai csapatnak egy fejes góllal a 17. percben. Aztán jött Szomália egyenlítése, Rados Lukját követően a 24. percben. És aztán Luke parádé és lövése a 39. minutumban. Hazai előny tehát, mi pedig meghallgatjuk rövidesen, hogy Tisza Tibor hogyan érezte magát a pályán, hogyan látta az első fél időt belülről. Köszönöm, Krisztián. Elképesztő jó íramban volt egy szerencsétlen kapott gólotok, és utána, mintha megtorpantatok volna, megzavart volna téket a kapott gól. Igen, azt gondolom, hogy rosszkor jött ez a gól, szerintem még nálam nagyobb csapatokat is biztos megzavart volna, de úgy érzem, hogy most átvettük a vezetést és az irányítást. Kicsit a pressinget jobban kéne csinálnunk, a középpályáról feljebb kéne jönnünk támogatni minket, de azt gondolom, hogy ezzel nem lesz gond a második félidőben, és bízom benne, megnyerjük a mérkőzést. Nem veszélyes, hogy sérült ugye Rados lába, és megbeszéltetek, hogy nem lehet hazadni, meg nem ő végzi a kirúgásokat, de hát mégis most történt egy hazadás, és ebből volt a gól. Igen, hát csapatjáték a futball, sajnos ennyi van most a Radosban, úgy érzem, hogy így is hősies dolog, amit csinál, hisz egész héten nem edzett, sőt szerintem el is van szakadva a combja, úgyhogy azt gondolom, hogy ha nem kapunk már több gólt, akkor mindenképpen ő is valahol ennek a mérkőzésnek a hőse lesz. Csatárként azért Luka góljára lehet irigykedni. Igen, igen, nagyon szép, de nem irigykedünk. Szerintem a csapatszállam az van olyan jó, hogy bárki lőtte volna a gólt, nem lett volna irigység. Köszönöm szépen, szaladj be az öltözőben, ahogy megfázzál. Ennyit egyelőre a pályaszéléről, természetesen hamarosan a gólok és a második játékrész következik. Meglepően jól fial. Kánthán nagyon nagy betét éri 7,5%-os kamattal. Evikám 7,5% új megtakarítás két havi lekötése esetén. Dönts okosan, KNH, bank és biztosítás. A tájékoztatás nem teljes körű, feltételek a kh.hu oldalon és a bankfiókokban. Még alacsonyabbra vágtuk az árakat. Megújult Direct Light csomagunkat 990 forintra faragtuk le. UPC Direct. A jó dolgok az égből jönnek. Németország vezető tesztintézete a Stiftung Warentest összehasonlított számos különböző gyártótól származó borotvát. A Gillette az ötödik lett, a negyedik, a harmadik, valamint a második és az első is. A teszt győztese az új Fusion Pro Glide Power. Exkluzív ajándékcsomagban is kapható. Tudod, hogy már egy egész hete járunk? Aha. 6 év múlva a diploma. Aha. Te milyen esküvőt szeretnél?
Csak a család meg a legjobb haverok legyenek ott úgy 300-400 ember. A te apukád kinél is bankol? Akciós betéti ajánlataink 12 hónapra évi 8%, EBK 8,12%. Tudod, hogy már egy egész hete járunk? Sőt, most utaltassa hozzánk munkabérét és 15.000 forint értékű vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk. Erste Bank, nálunk ön az első, és ön kinél bankol? Van egy klub, ahova akar... A hazai csapat kezdi majd a második játékrészt. 31 pontja lehet győzelme esetén a Diósgyőrnek, 32 van pillanatilag a bronzérmes pozícióban álló Videótonnak, és 37 az Etónak. A Fradi ugyanakkor 16 pontos, a Pápa kieső helyen 15-tel, 16 pontos még a Siófok, de egy győzelem egészen a 9. helyig repítené a Fradit. Egyelőre ettől legalább 2 gólra vannak a vendégek. Valók Zoltán dob. Kudovinszki mellett emelik tovább Pölöskei. Rados elindul és meg is fogja a labdát. A combizom szakadása van, akárcsak részleges, akkor valóban egy hős Rados, hogy vállalta a mérkőzést, és még ki is rúgja a labdát. Ezért voltak azok a kidobások, kigurítások a mérkőzés elején, sok mindenre választad azért. Ez a néhány információ, amelyet nyilván a meccs előtt nem nagyon akartak közhírré tenni a diósgyőriek. Bohérnak most már van labdája, most dobja az be, Szejdi lökött nagyot, Valók Zoltánnal szemben szabálytalankodott. Mindkét csapat számára ez az utolsó bajnoki mérkőzés az esztendőben, de nem az utolsó tétmeccs, hiszen a Magyar Kupában a Fradi a Békés Csabával játszik majd, a Diósgyőr pedig az Etóval. Ezek a párharcok még ebben az esztendőben várnak rájuk. Balog. Úgy látom, mintha visszaállt volna négy védős rendszerre a Fradi. Nem, ott most már megint hátul. Az előbb csak Kleint láttam ott. Junior. Vadászról megy ki a labda. Gál fejeli be középre. Rados jön. Ha nem is gyors ezzel a sérüléssel, de odaér. Balog. Luke, Jovanovics mellett, Balog Zoltán. Szépen külsővel Abdihoz. Hakola, ez is tetszetős, Abdi. Formás egyelőre, amit csinálnak, de visszazár a Diósgyőr. Megint jönnie kell Radosnak. Most nincs kirúgás. Luke. Egy megkerülős csel, amely sikerrel jár Jovanovicsal szemben. Aztán Luke elesik. Sárga lap lesz majd Jovanovicsnak? Igen. Most már van Ferencvárosi sárga lap is. Ha minden igaz, akkor Jovanovicsnak az 5. a bajnokságban. Ő tehát nem játszhat majd a 2012-es esztendő első bajnokián. Hát ott volt Luke közelében, de ezért sárgát kapni. Nem csoda, hogy nem volt boldog. A labdavezetésben, nem a futásban zavarták a göröngyök most Lukét. Józsi. Lipai, Gál. Gohér. Tisza és Balog Zoltán. Balog a földön. Szabadrúgás. Érezte Balog, hogy gondban lehet, és egy pici lökésre úgy reagált, hogy gyorsan elesett. Megvan hozzá a rutin Balog Zoltánban. Balog. Hakola. Balog, otten. Klein. Junior gyakorlatilag a bal szélső helyén. Klein megy föl.
Lippai Józsi mellett elmegy, Tisza. Lippait futtatja meg. Bravúrral tartotta bent a csapatkapitány Arze. Abdi. Vadász, aki azt mondta a meccset megelőzően, hogy beérné egy kiszenvedett győzelemmel, egy utolsó pillanatban egy öngóllal elért sikerrel. Egyelőre ennél most jobban áll a diósgyőri csapat. Abban viszont tökéletesen igaza volt Vadász Viktornak, ugyanebben a nyilatkozatában említette, hogy a végén úgyis majd a pontok alapján rangsorolnak, tehát teljesen mindegy, hogy hogyan szerzi meg egy csapat a győzelmet. Abdurrahman, Lippai. Tiszával játszik össze Lippai. Arze. Vadász. Arze nem erre számított, aztán meg Junior ráesik a hátára, így már fel sem tudott kelni. Józsi. Balogh Zoltán kéri el tőle. Balogh mutat a talajra, hogy azért sikerült ilyen rosszul az indítás, de nem sikerült rosszul az indítás, mert hogy egyenlít belőle Pölöskei. 2-2 az 52. percben. Pölöskei Péter is három gólos, épp úgy, mint Szomália. Nagyon érdekes volt, Balogh Zoltán lenézett a talajra, és mutatta, hogy hát megint felpattant egy göröngyön. Ehhez képest gólpassz lett belőle. Persze ebben nyilvánvalóan benne volt a védelem. Csak asszisztáltak Pölöskeinek. Nagyon-nagyon sokáig szállt a labda. Vadász hagyja lepattanni, ez eleve nem jó jel. Általában azt szokták kérni az edzők, hogy mielőtt lepattanna a labda, próbálja eltakarítani a védő, aztán Pölöskei beáll a jobb hátvéd elé, és be is fordul mellette. Azt mondta Pölöskei Péter a 100% Fradiban, és ezt a nyilatkozatát több orgánum is átvette, hogy megkeresték a nyáron, egy elég jó csapat kereste meg, és nem fogadta el az ajánlatot, később már-már megbánta azt, hiszen nem kapott lehetőséget. Aztán viszont Détárinál megkapta a lehetőséget, és élt is azzal. Szomália most már, Szomália a 16-oson belül. Abdi. Szomália. Juniort gázolja el Arze. Persze hiba kell a gólokhoz nyilvánvalóan, de mindkét ferencvárosi gólt szarvas hiba előzte meg a diósgyőriek részéről. Na, hogy fog elrugaszkodni Rados vajon, hogyha kaput talál ezzel a Ferencváros? Két tagú sorfal, és lehet, hogy Hakola inkább majd beadja a labdát. Pölöskei majd lesről mozog vissza a jelek szerint. Hakola. Rados! Kellemetlenül jött a labda. Jovanovic. Jön a kapus, és ütközik Pölöskeivel. Na csak meg ne sérüljön, még inkább meg ne sérüljön Rados. Azonnal indul a segítség. Klein reklamál, Pölöskei meg sárgát kap, majd bocsánatot kér Radostól. Említettem, hogy Farkas Balázs is sérült, tehát a 18 esztendő saját nevelésű Rakacki Bence ül a diósgyőriek cserepadján. Ha megsérülne Rados, ha bármi történne vele, neki kellene beállnia. Zalaegerszegen ült a padon a fiatalember, és egy ligakupa meccsen a legvégén közvetítettük is, bevetette őt.
Bence és Miklós. Az volt az emlékezetes csere, ami őt megszavaztatta a kispadon ülőket, hogy beállítsa a fiatalember. Azért gondolom, hogy az igazi mély víz lenne, hogyha neki egy ilyen hangulatú, ilyen jelentőségű meccsen kéne debütálnia. Rados szedi fel. Gohér. Balog vettem erre a labdát. Junior. Budovinski. Abdurrahman. Tisza elől Klein. Arze. Abdurrahman. Vadásznak volt gondja, épp hogy el tudta rúgni a végén. Gohér. Balog kapaszkodik össze Szejdivel. Engedte ezt a kemény játékot a játékvezető Józsi. Itt, hogy ezek szerint lábat talált, ő nem így érezte. Két gólt egyébként egyetlen egyszer kapott ebben a szezonban hazai környezetben a Diósgyőr. Azt a meccset veszítette el a Kecskemét ellen 2-1-re. Itt volt már a labda, ezt jelezte előbb Abdi, aztán pedig az asszisztens, a búcsúzó Tóth István. Tisza persze másképp látta. Arze. Abdurrahman. Junior esett el mellette, Abdurrahman. Szomália belenyúlt a passzába. Gál. Junior Hakola. Gál fogta meg. A Fradi egyébként rúgott már két gólt idegenben, három ízben is ebben a szezonban. Egyszer sem veszített. Húha, itt elaludtak a diósgyőriek, óriási lehetőség, és vezet a Ferencvár, a Szomália második gólja. Ha azt mondtam az első két gólnál, hogy diósgyőri szarvashibák előzték meg azokat a találatokat, akkor nem különben igaz ez a mostanira. Most három gólt, most először kap a diósgyőr házigazdaként. Szomália második gólja a meccsen. Helyezkednek a diósgyőriek, és nem figyelnek Szomáliára, aki lemozog a szabadrúgás, gyorsan elvégzik, Szomália meg begurítja Rados lábai között. Hihetetlen hibák. Hajdú Attila egyébként az Uhanyíradóban 3-3-as döntetlent jósolt. Nyilván a ferencvárosiak nem örülnének ebben a pillanatban, ha igaza lenne, de már csak egy gól hiányzik ahhoz, hogy így legyen. És nem volt sok híja, hogy ez az egy gól már is megszülessen, Tisza lőtt. Szűk negyed óra alatt megfordította a második félidő elején a Fradi a meccset. Háromszor találta el a Diósgyőr, még hatszor a Ferencváros a kaput. Jovakért másik labdát, mondván Lapos az, ami hozzá került. Vadász. Otten. Arze, le sem esik a labda, Szejdi. Balog. Abdurrahman tetszetős mozdulattal. Balog és Szejdi csatája, aztán Jovanovics. Gohér. Szejdi. Átugorja valahogy Balogot. Szabadrúgás már. Nem részletezte egyébként Bence és Miklós, de azt mondta, hogy azért
a mérkőzésre való felkészülésben szerepet játszott az is, pontosabban annak mikéntjében, hogy nagyon hosszú volt a szezon, és ez az utolsó bajnoki ebben az idényben. Klein fejeli ki a labdát, éppen középre Lipai. Nagyon rossz helyre, Szomália. Ő is pontatlan, Lipai. Budovinski megjátszható, de nem fog eljutni hozzá a labda. Junior. Vadásznak kell iparkodnia, jön szemből Rados. És jól jön Rados. Abdi. Józsi. Pölöskei esik nagyot. Szabálytalanság. Van viszont egy hiba Gáltól, nem az első. Rados. Nagyon dekoncentráltak hátul a diósgyőriek. Gohér. Luke Gohér. Balogh Zoltán bent tartja. Abdi és Abdurrahman. Utóbbi követett el szabálytalanságot. Pétári Juniornak magyaráz. Nagy Tamással konzultáltak az imént, és ennek eredményeként szólt be Juniornak. Pölöskei. Jovanović jön mélységből, ez kirúgás. Lipai azt mondta, 13 éve volt emlékei szerint legutóbb ilyen futballáz Diósgyőrben, amikor a dobogón telelt a csapat. Most is annak közelében helyezkedik el egyébként. Bármi is lesz ennek a meccsnek a vége. Jovanović. Abdi fordul rá, mert hagyják. Hakola. Szomália nagyon gyors, de a labda még gyorsabb. A két gólos brazil. Vadásznak gurította ki Rados a labdát. Szejdi és Klein. Józsi. Abdurrahman rúg bele egyet. Balogh. Hakola. Junior. Szöglet. Gál avatkozott közbe. Harmadik ferencvárosi szöglet, 64. perc a meccsen. Hakola, ez most rövid. Tisza. Ügyesen, Tisza még, túl sokat vár aztán. Balogh. Junior szerelt egyéb iránt az imént. Balogh, kockázatos volt. Junior, Klein. Megint jön Rados. Megdolgoztatják a sérült combját. Húha! Budovinskitől pattant el a labda. Hakola. Aztán Budovinski javít. Juniornak kell megnyúlnia a levegőben, hogy ez ne legyen tökéletes Arzénak.
csak bedobás. Érezhetően megfogta egyébként a hétból a hazai publikumot is, így tehát a helyi speaker rásegített egy kicsit, hogy újra hangerővel is itt legyenek, nem csak létszámban a csapatuk mellett. Persze a ferencvárosi drukkerek extázisban. Budavinszky. Kölöskei húzta el. És a hírek szerint megsérült Luke, aki valóban húzza a lábát. Most a Diós Győr a szegény ember. Valóban már készülődik Bacsa Patrik. Egy 19 esztendős saját nevelésű korosztályos válogatott labdarúgót vett be Bencé és Miklós. Lukét kénytelen lehozni tehát. A csodálatos gólt szerző spanyol elhagyja a pályát. Bacsának ez a második mérkőzése a szezonban. Ez idáig egyszer kapott lehetőséget csereként. És további két alkalommal ült a cserepadon. Ezzel kérdezte meg Lukétól, hogy mi a gond. Bal szerencsés véget ért számára a mérkőzés, pedig itt még milyen szép volt minden a diósgyőriek, és azon belül is Luke számára. Abdurrahman, Józsi, Abdi. Vadász kiengedni a labdát, de nem jár sikerrel. Aztán fölrúgja Szomáliát. Van már egy sárga lapja Vadász Viktornak egyébként, tehát nagyon örülhet, hogy ezt a hátulról történő szabálytalanságot a játékvezető nem díjazta újabbal. Visszahúzta egyébként a lábát, de hát elérte ellenfele combját így is. Kéttagú sorfal Hakolával szemben. Ez igencsak kellemetlen lehet megint kapus szempontból, onnan kapu elé tekerni élesen a labdát, komoly veszélyeket rejthet magában. Éppen a második félidő felénél járunk, Hakola. Arzét találta el. Tisza. Az igen. Abdi szabálytalan, lap lesz. Abdi kocog ki közben Détári Lajoshoz, ő inti magához a szabálytalanságot követően. Nagyon ügyesen fordult meg két ember mellett Tisza. Vadász föl. Abdi a kifejelt labdával. Vadász. Abdurrahman. Megint a kameruni. Bacsa. Seydi. Tisza. Üres a bal oldal. Jovanović érkezik, és jön mélységből Gohér. Jovanovićról ment ki a labda. Arze. Szabadrúgás. A csípszót nehezen hallani természetesen, de befújta a játékvezető. Budovinszky áll oda.
azt nyilatkozta egyébként, hogy még 2003-ban az NB2-ben a Hévíz ellen rúgott egy volt az oldalvonal mellől, amikor mindenki beadásra számított, de az a jobb szélről volt. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy kapura tekeri majd. Budavinszki megpróbálja meghúzni élesen a kapu elé, Jovanovics fejelte ki. Annak idején egyébként Budavinszki lövőerejét lemérték a Fradinál, 130 km per órát tudott, azt mondta, hogy annyi már biztos nem menne, volt pár sérülése. Jön Jova, de megelőzik! A Bacsa Patrik! Nem tudta már irányítani a fiatalember. Viszont Jova erről lemaradt. Nem megelőzték, hanem elvétette a labdát ezúttal. Abdurrahman. Lenj vissza, Abdurrahman. Seydi. Junior. Fejjel nehéz megverni ezt a ferencvárosi védelmet, de egy szöglet után sikerült Seydinek még az első félidőnek. Junior. Hakola kapja. Budovinszki. Jovanovic. Vadász Abdurrahman. Otten. Ott van mögötte Tisza. Otten így biztonsági megoldást alkalmaz. Arzia. Jovanovic állta útját. Megint egy Diósgyőri bedobás, és rövidesen Takács érkezik majd a hazai csapatba. Ez lesz a második Diósgyőri csere. Seydi, Jova! Befordult vele a csatár. Szólja meg fejjel, de újabb feladata van. Pölöskei, Pacsa. Lipai. Szerelik Lipait, Pölöskei. Lipai szabálytalan. Pölöskei sárgalapot reklamál Lipainak, akit viszont le fognak most cserélni. Helyette jön tehát Takács Péter. 20-as VB bronzérmes. Itt nevelkedett Diósgyőrben, de aztán egy Varga betűt leírt a pályafutása, hogy elment az MTK-ba még utánpótlás labdarúgóként, ide pedig Pápáról érkezett vissza. Abdi készülődik, 74. perc, a csapatkapitányi karszalag Budovinszkira került. Gohér fejeli ki a labdát. Jovanovics távolról, Jócskán mellé. Bacsa csúsztat, Klein. Ezek szerint nem tartott rá Tisza a lábára. Takács első labda érintése nem sikerült valami jól. Junior, neki meg ez. Bacsa. Abdi, kicsit könnyelmű volt, Józsi sem tudja visszaszerezni a labdát. Gál. Jovanovics. Abdurrahmanon akadt fönn. Arze.
Kohér tekeri be. Bacsának még jó lehet. Bacsa erőből vissza. Vissza igyekezett elcsípni, és hogyha sikerül neki, akkor komoly gondjai lettek volna érzésem szerint a Fradi védelmének. Lassacskán megkezdődik az utolsó negyed óra. Vadász. Abdi, Pölöskei. Megpróbálnak kontrázni a vendégek. Vendégek Hakola. Hakola nem rúgja el, így aztán most már visszaért a hazai csapat. Józsi pontos labdája, Junior. Abdi. Józsi. Az viszont indítás lehet Szejdinek. Szejdi és Kleng versenyfutása. Szejdi maradt talpon. Jön balog, ő meg elüti Szejdit. A 16-oson kívül történt mindez szerintem, de csak centikkel a vonal előtt. Szabad rúgás, de milyen lap lesz? Mert hogy lap kell, hogy legyen, az biztosra vehető. Árza éppen az asszisztenssel beszélget. Itt a lökés, jó egy méterrel a 16-oson belül. Persze beesett Szejdi, ahogy tehette. Mire az ütközés megtörtént, addigra már talán egy méternél közelebb voltak a vonalhoz, de egyértelműen kívül. És nem kapott lapot balom? Nem láttam, bevallom, hogy felmutatták neki. Minden esetre, ha Luke egy pályán lenne, akkor borzasztóan nagy esély mutatkozna a gólszerzésre. De Gohérnak is remek a bal lába, és Budovinski is elvállalhatja akár onnan jobbal. Utóbbi azért meglepő lenne őszintén szólva. Mégis Budovinski bele a sorfalba, ezt meg erőből. De jó felé ment ez a labda. Kleinről pattant vissza. Arze. Mellé. Azért hallgatok, mert itt közben összeugrott két diózsíri szurkoló közvetlenül előttem, most már nem kettő, hanem 4-5. Ugyanis néhányan elveszítették a türelmüket, és folyamatosan szidják a diózsíri játékosokat, meg Bencés Miklóst, és ezt meg valaki megelégelte. Junior. Vadász dob. Otten. Abdi. Abdurrahman. Hakola. Arze fordulhat a megszerzett labdával. Szejdi a leshatáron, most már talán azon is túl. Arze. Elrontják. Abdi. Közben egy ferencvárosi összeroskadva a túloldalon. Pölöskei nem rúgja ki a labdát. Abdi. Abdi keresi az egyensúlyát, a labda nála. Azt a mindenit picsoda trükk volt Takáccsal szemben. De megint nem kap szabadrúgást. Abdi nagyon esni akar talán, de nem tűnt szabályosnak Takács. Itt van Abdi trükkje. Alig ha volt szabályos Takács. Vétáriról a nagy kabát lekerült, egyébként így volt ez a Kaposvár elleni mérkőzésen, amikor
nyilván a feszültségtől hol felvette, hol levetette a kabátját, most is hasonló a helyzet, melegebb nem lett, mondanom sem kell az elmúlt egy óra során. Junior Abdi. Takács Abdurrahman. Megtartja Szomáliával szemben. Takács. Abdurrahman. Kockázatos, de megint megtartja. Klein helyezkedik jól. Junior. Abdi. Nagyon úgy fest, hogy uralja a meccset a Ferencváros, és kevesebb, mint 10 perc van hátra. Persze jöhet egy gól a semmiből is, persze. Bacsa. Kölöskei szereli. Junior. Hakola. Józsi. Most van nagy szükség a futballáson, egy hajrápi József felejtős játékból, segíts Kormi Józsi. Egy-kettő-három. Dob egy hátast, szabadrúgás nincs, szerintem nem is ért az ezúttal. Vadász. Junior. Ajándék Bacsának, Abdurrahman. Arze. Jovanovic gyorsított rá. Hakola. Hakola. Nagy szóló volt, és aztán egy nagy esély, szabadrúgás. Abdurrahman húzta el a lábát. Jön majd Lisztes Krisztián a Ferencvárosba. A hajrára küldik be, tehát Détári Lajos Lisztest, és a hajrára változtat. Egyelőre még azt mondja, hogy vár a cserével, megvárja a szabadrúgást. Lent maradt egy ferencvárosi hátul. Solymosi játékvezető oda sietett, és most már sietnek Ejzeman gyúrójék is Gyarmati doktorral. Juniort kell ápolni. Junior lejön a pályáról, orvosi segítséggel. Hakola meg közben nyilvánvalóan elvégzi majd a szabadrúgást. De ez már a 84. perc. Hakola át a hosszúra! Lehet, hogy a meccslabda volt, Klein fejelte mellé. Nagyon-nagyon tisztán érkezett. Közvetlenül a kapu torkából visszafejelte a kapus mozgásával ellentétes irányba. De sem Pölöskeinek nem volt jó, sem kapura nem volt jó végül. Abdi. Hakola. Kudovinski haza kíséri. Gál. Juniorhoz. Rengeteg hibával futballozik ma a Diós Győri csapat. És ez nem csak a védekezésére igaz. A Sipso utáni labdaelrúgás lap.
és ezt Abdi kapja, akinek volt már egy sárga lapja. Abdi kiállítatja magát, Détári Lajos meg majd felrobban mérgében. Tudtuk jól, hogy fegyelmezetlen játékos, innamellett, hogy nagyon-nagyon ügyes Liban Abdi, aki most azt mutatja, hogy nem csak fegyelmezetlen és ügyes, hanem siket is, de ezzel már nem javít a helyzetén. És Détári Lajos mérgét az is növelheti egyébként, hogy a hírek szerint őt akarta lehozni, és a helyére akarta beküldeni Lisztest. Ám ugye mondta, hogy még várjanak egy kicsit a cserével. Hagyják el majd a stadion, és ami 15 percen keresztül a Diózsik szurkolók sem tudnak elmenni majd. Lisztest mellett Csizmadia is melegít most már, ott láthatjuk a háttérben. Budovinszky rúgja majd előre a labdát. Pölöskei. Megtartja Pölöskei. Vadász kíséretében. Vadász megállítja, aztán megszerezve a labdát tőle. Gohér. Takács. Azért az, hogy nincs Gallardo és nincs most már Lukes sem, megmutatkozik a Diósgyőr támadójátékában. Szomália. Ráviszi Budovinszkyra. És aztán odaíveli Vadásznak. Takács rúgja előre, Abdurrahman elveszíti a fejpárbajt. Balog. Hakola egy jó csellel Takács mellett. Pölöskei. Pölöskei elvállalta onnan. És csere lesz majd. Hallgas Tibor jön be, Arze helyére a hazai csapatnál, tehát még mindig nem a Fradi cserél. Hallgas hosszú sérülés, hosszú kihagyás után Liga Kupa meccseken, illetve az NB3-as csapatban játszott. Hétszerült a padon, míg nem most bevetették. Volt Ferencvárosi egyébként, egy gyerekkorában került a Fradihoz, és ott debütált a 99-es szezonban. Tehát 12 éve, mert 99 novemberében történt az eset. Ez nem les. Jovanovic. Pölöskei. Pölöskei. Megtartja. Elnek múlnak a másodpercek, sőt a percek, és inkább a Ferencvárosnál van a labda. Junior. Hallgas volt szabálytalan Juniorral szemben, ő tartotta fel, megakadályozva a megkerülő cselt. Jovanovic az, akit lehoz elsőként Détári Lajos, és Csizmadia lesz az, aki beáll a helyére. 90 perc után nekünk hagyják el a stadiont, és ebben a Diósgyőri szurkolókat is még maradjanak, minden 15 percet pedig, mert nagyon időtartamban a stadionban, megértésüket köszönjük. Védőt küld be tehát Détári Lajos. Csizmadia a győr elleni vereség után kikerült a csapatból, mondhatni a Pixisből. Bajnoki meccsen Détálinán utána nem tudta visszaverekedni magát. Most csereként kap lehetőséget. Az bedobás lesz. Az lett. Pölöskei szabadrúgása, de nem elégedetlen vele Détári Lajos, mert egy bedobás onnan nem sokat segít a Diósgyőrön. Vadász. Vadász tartják föl, Junior, Pölöskei. Hallgas, nagyon erőszakos, Abdurrahman.
Megkezdődik a 90. perc. Ha minden igaz, 2 perc lesz majd a ráadás. Budovinski. Balog vehette le. Pölöskei Péter, aki a mérkőzés legjobbja lett Bognár György választása alapján. Őt hozza le egyébként Détári Lajos, Pölöskei helyett tehát Lisztes a pályán. Nyilván ezekkel a cserékkel is megy az idő, és letelt a rendes játékidő ebben a pillanatban. 2 perc tehát a ráadás, ennyi ideje marad az egyenlítésre a Diósgyőrnek. De a második fél időben nem volt benne a játékukban a gól. Azt mondtuk, 29 éve nyeretlen hazai környezetben a Diósgyőr a Fradi ellen, de ez lassacskán néhány nap múlva 30 év lesz, és nem sikerül ezen változtatni a házigazdának, ez már biztos. Az egyenlítésre valami nagyon-nagyon halvány reménye még mutatkozik. Devészesen fogynak a másodpercek. És jól áll a lábán a második fél időben a ferencvárosi védelem. Józsi. Szomália. Kipiszkálja magának a brazil. Szomália vadászon is túljut, megjátszható ember a túloldalon. Szomália egyedül viszi, és Budovinski megoldja egy az egyben vele szemben. De Szomália nem elégedetlen a szöglettel. Az idő most különleges érték a Ferencváros számára. Lisztes. Akkor a fürgébb, mint Isza. Kirúgás, amire talán még jut idő, másra már nem igen. Nem, mint hogyha egy cserére adott volna még lehetőséget, így van. A játékvezető Rósa Dénest is beküldi, és ezzel kihasználja a harmadik csere lehetőségét a vendégcsapat. Hakola lecserélt játékos, labda érintése már nem valószínű, hogy lesz Rósának. A Kecskemét után a Ferencváros lehet a második csapat ebben a szezonban, amely képes győzni Diósgyőröt. Az első fél időben sem volt rosszabb a vendégcsapat, mint a hazai, de a második fél idő első negyed órája és a diósgyőri védelmi hibák eldöntötték a mérkőzést. Amelynek itt a vége. Bravúros ferencvárosi siker, tehát az öldfehérek előre jönnek a 9. helyre, a Diósgyőr pedig az 5. helyről várja a következő esztendőt. Nem csak a szurkolók örülnek, hanem a játékosok is egymás nyakában a ferencvárosiaknál. A második ilyen forró hangulatú meccset is megnyerik ebben a szezonban, az Újpest legyőzését követően győznek Diósgyőrben. Rövidesen kezdődik majd a harmadik félidő, természetesen jönnek majd az interjúk erről a mérkőzésről is, és láthatják kollégáik, szakértőik már készülődnek, várják önöket, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban is. Néhány percre búcsúzunk tehát csupán. Feszültség, lendület, energia. Töltődjön fel, hogy holnap is legyen energiánk.
a közvetítés támogatója a székhez, de hogy mennyien vannak pontosan, elmondja Matusz Krisztián a helyszínről. Jó estét kívánok, szervusztok! Pontos számot nem fogok mondani, de biztos, hogy sordultig megtelt a stadion. Minden egyes helyet megtöltöttek a szurkolók, mind a ferencvárosiak, mind a diósgyőriek. Ami érdekesség, hogy úgy láttam, hogy most csak Pacsi volt a szurkolókkal, tehát ez a procedúra, az éneklős procedúra elmaradt a mérkőzés végén, holott vezetett a diósgyőr, és az első fél időben egy fantasztikus hangulatú, jó iramú, sok párharccal tarkított mérkőzést láthattunk, aztán a második játékrészre több lett a hiba, de nem tört meg a diósgyőriek rossz sorozata a Fradival szemben, hiszen december 2-án lesz 30 éve, hogy nem tudnak győzni házigazdaként a zöldfehérekkel szemben. Mutatjuk a gólokat, hiszen természetesen azok potyogtak, ahogy nyilván önök közül azt sokan tudják. A 17. percben Szejdi szerezte az elsőt, Tisza szögletét követően, egy szöglet után tehát bebólintott a junior mellett a labdát. Ezzel vezetett 7 percen keresztül a házigazda. Aztán Gál hátra passzolta a labdát Radosnak, aki előtt az felpattant. Ugye tudni kell, hogy Rados combsérüléssel védte végig a találkozót. Ez is nyilván közrejátszott a hibában. Szomália lecsapott a labdára és a hibára egyaránt, és egyenlített a 24. percben. Ez volt az első komoly védelmi baki a diósgyőrieknél, de nem az utolsó a mérkőzésen. Azt hiszem, ezek határozták meg a meccs kimenetelét végül. A 39. percben Klein hibázott, Luke pedig a megszerzett, megkapott labdát vezette egy darabig, majd iszonyatos erővel zúdította azt a hálóba. Gyönyörű gól volt, a forduló egyik legszebb gólja, de ezt majd Nyilasi Tibor megmondja a műsor során. Minden esetre a szünetben előnyben volt a diósgyőri csapat. Aztán viszont az 52. percben Pölöskei megnyer egy pár harcot Vadásszal szemben, befordul és egyenlít. Tehát másodszor is egyenlített a Ferencváros, Pölöskei Péter pedig a házi góllövőlistán újra felzárkózott Szomália mellé. Aki viszont maga mögött hagyta 6 perccel később, hiszen az 58. percben Balog előreívelését, miközben... Ja, bocsánat, itt egy felpasszolt labda volt, és egy gyorsan elvégzett szabadrúgás, és... Szomália begurította a labdát az elalvó védők mellett a kifutó Rados lábai között. Tehát a Ferencváros ebben a szezonban második csapatként tudott győzni a diósgyőri katlanban, hiszen korábban ez csak a Kecskemétnek sikerült. A Fradi jelentősen előrelépett ezzel a helyezéseket illetően, de erről majd a stúdióból hallhatnak bővebben. Iszonyatos készülődés volt Miskolcon, tehát az utolsó 375 jegyért hajnali 5-től álltak sorba az emberek, elképesztő tényleg, hogy mennyire készülődtek. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez nyomta egy picit rá a bélyegét a csapatjátékára? Van ilyen, amikor nagyon szeretne egy csapat bizonyítani. Én azt mondom, hogy nagyon régen volt, hogy 2 héttel a mérkőzés előtt elkelt Magyarországon minden egy első osztályú mérkőzésre. Így alakult a Diósgyőrnek, ez benne van. A Fradinak nagyon kellett, látszott, hogy nekik jobban kell a 3 pont. Én azt hiszem, hogy nagyon jó meccset láttunk érdekes jelenetekkel. Választottál is 2 érdekes jelenetet, nézzük is meg most ezeket. Az első 33. percben egy kezezésről volt itt szó. Így van, mondjuk a sűrűjében nem biztos, hogy láthatták, vagy látta jól most a játékvezető, viszont én jól látom minden könnyű helyzetben, ugye a melegről, kényelmesen is. Én azt mondom, hogy egy picit mozdult is a kéz, úgyhogy büntetőt kellett volna ítélni a játékvezetőnek, az lett volna a helyes ítélet. Ha a több kamerállásból látjuk, persze mi könnyű helyzetben vagyunk, innen látjuk, hogy bizony ez egyértelmű kezdődés, és itt büntetőt kellett volna ítélni a játékvezetőnek. A következő helyzet pedig, amikor Balog szabálytalankodott Szejdivel. Szemben nézzük meg ezt. Ez így van, itt nem érzem olyan nagy súlyúnak ezt a szabálytalanságot. Én azt mondom, igen, teste ellökte, kívül kezdődött. Most, hogy egy sárgalap benne volt, lefújta a játékvezető, lehet látni, hogy kívül kezdődik a vonal előtt, igen, a szabálytalanság. Igen. Tehát én ebben olyan egetverő nagy dolgot nem látok. Diósgyőr számára ez fájdalmas, de hát így alakult. És hát azért meglepetés eredmény, hiszen eddig csak a Kecskemét tudott nyerni Miskolcon, másnak nem sikerült, most a Fradi csatlakozott hozzájuk. Mi pedig ennek a vereségnek az okait keressük, és hát itt beszélgettünk már egy picit Nyilasi Tibivel arról, hogy mi lehet-e mögött. Ő azt mondta, és ehhez csatlakoznék egy idézettel, Arze azt mondta, hogy a bolíviai válogatott nála most másodrangú az ezzel kapcsolatos gondolatok. Minden, ami az agyát leköti, az a Fradi vendégjátéka. Ez lehet-e ok, tehát, hogy egyszerűen annyira túlspiláznak egy ilyen meccset, hogy a végén nem sikerül?
Teljesen egyértelmű, egyébként én két gondolatot tennék hozzá. Ez az egyik, hogy már hetek óta nem is a másik bajnoki mérkőzésekre készültek, hanem a Fradi elleni találkozóra óriási nyomás volt ezek a játékosokon, hiszen nem tudtak az utcán úgy közlekedni, hogy a szurkolók, az egyszerű emberek nem mentek volna oda hozzájuk, hogy na, mi lesz a Fradi ellen, nyerjetek bármi áron. Tehát hatalmas nyomás volt, és azért valljuk be őszintén, ezek a játékosok ehhez még nincsenek hozzászokva. A másik pedig rendkívül irracionálisan próbálták ezt a jeges talajon a játékot, egyszerűen nem érezték, hogy mit kell játszani, nagyon sok technikai hibát vétettek, és de hát ez a másik oldalon is így volt, mert ez a jeges, göröngyös talajon nagyon nehéz volt futballozni. Viszont, hogyha majd fogjuk látni, és ugye már láttuk is a három kapott gólt, amit a hazaiak kaptak, három óriási hiba, egyik ugye, amikor a kapus ugye luftot rugott, a másik két gól pedig abszolút figyelmetlenség volt, és azért mondom én azt, hogy annyira begörcsöltek a játékosok, hogy máskor ezeket sokkal könnyedébben megoldják, most pedig a saját vesztüket keresték ezzel. Gyuri, szerinted mennyire értékmérő egy ilyen meccs, tehát amit ennyire kiragadnak a bajnokságból, hogy itt utolsó pillanatban hajnali 5-kor még 3 jegyért 10 verekednek. Ez értékmérő a Diósgyőr szempontjából? Jelenti ez azt, hogy akkor még nem készek az igazán nagy feladatokra, vagy ez teljesen egyedi dolog, ami történt ma este? Nem egyedi dolog, szerintem lehet értékmérő, annál is inkább, mert ez egy olyan feladat volt, ami megoldható feladat volt a hazai csapat előtt. Én is úgy érzem, hogy görcsösebben játszott a hazai csapat, mint szokott. Ennél sokkal folyamatosabban és több labdabirtoklással, több kezdeményezéssel szokott játszani a Diósgyőr. Ez ma nem jött össze, sőt inkább azt mondom, hogy ezzel a meccsen a Fradi dominált többet, és nem érdemtelenül nyert. Peti, úgy tudom, hogy te, ha nézel meccset, akkor ez jobbára a Fradi egy-egy meccse. Hogy tetszett neked ez a mai Fradi? Itt nézted velünk a meccset a stúdióban. Hát, nyilván örülök, hiszen nyertek, de nekem a legfontosabb, hogy Budovinszki játszott. Nekem ő a kedvencem, és játszott, hát sajnos védelmiak voltak. De hát imádom Budovinszkit. Jól játszik, és szerintem már rég Chuck Norris mellett kéne játszani a filmekben, mert szenzációs figura. Elemér, ugyancsak velünk voltál legalábbis a második félidő alatt, ugye az első félidő alatt még úton ide Budapestre zajlottak Miskolcon az események. Szerinted az érezhető volt, hogy van az a pont, ahonnan a Diósgyőrnek ez a hisztérikus hangulat már nem az előnyére, hanem a hátrányára válik? Igazából nem láttam a mérkőzést, mert csak néhány percet láttam itt a végéből. Itt sajnos a végén már lehetett érezni, hogy Diósgyőrben nem igazán volt benne, hogy ki tudják egyenlíteni ezt a hátrányt. Benne van ez a nagy várakozás, esetleg okozhatta ezt, hogy nem tudtak úgy teljesíteni a játékosok. Elkészülnek az edzőinterjúk is, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy Détári Lajos és Vencés Miklós hogyan értékelik ezt a 90 percet. A szót tehát Szekeres Péteré. Én is nagy szeretettel köszöntöm a harmadik félidő nézőit, hát remélem nagyon sokan látták ezt a mérkőzést, hiszen roppant jó találkozó volt ugye az idei szezonnak a végére. Nem sikerült a Diósgyőrnek a 29 éves átkot, vagy a 29 éves veretlenségi sorozatot megtörni hazai pályán. Hát ez azt hiszem most a védelem nagyon nagyban hozzájárult, betlizett folyamatosan mind a 3 gólnál a védelem. Hát igen, nagyon változatos volt a mérkőzés, a semleges nézők jól szórakoztattak, ugyanakkor nem volt jó mérkőzés, mert rengeteg hiba tarkította. Az biztos, hogy nagyon nagy ostobaságot követtünk el a védekezésben, tehát szerintem többet tettünk mi a Ferencváros győzelmére, mint maga a Ferencváros. Mi lehetett ennek az oka? Hát ezt majd meg kell fejtenünk, mert megmondom őszintén, most ez teljesen érthetetlenül állok itt. Tehát ez abszolút nem volt ránk jellemző, hogy ilyen hibákat vétsünk. Tehát az egész bajnokságot nem hogy egy meccs alatt. Mindig, amikor a Ferencváros szerzett egy gólt, egyenlíteni tudott, borzasztóan megzavarta a diósgyőri játékosokat. Hát valóban így történt. Igen, ránk jöttek egyből a gól után, ugyanakkor ez azt gondolom, hogy őket is megzavart, amikor mi az elején pressingeltük az ellenfelünket, de mondom, mind a két csapat rengeteget hibázott, szerintem nem volt jó mérkőzés, viszont gólokban gazdag volt. Köszönöm szépen Bencés Miklósnak, jó pihenést és természetesen jó téli felkészülést kívánok. Hát így kell búcsúzni, azt hiszem, az idei szezontól. Diósgyőrben nyert a Ferencváros, úgyhogy minden védelmi hibát kihasználtak. Én úgy gondolom, hogy a csapat tartotta magát ahhoz, amit a mérkőzés előtt mondtam, hogy idejöttünk és támadni akarunk és meg akarjuk nyerni a mérkőzést. Csak gratulálni tudok mindenkinek. Köszönjük a szurkolóinknak a biztatást, a munkatársainak, mert ezt csodálatos időt töltöttünk el együtt. Most a bajnokságnak vége van, de még van nagyon fontos két kupamérkőzésünk, ott is tovább akarunk jutni.
úgyhogy minden szép és jó, de nagyon-nagyon sok munka van még előttünk. A 9. hely már olyan megnyugtató, az középmezőnynek számít. Természetesen örülünk, hogy így sikerül befejezni ezt a fél szezont. Én úgy gondolom, hogy kialakult egy olyan csapat, amelyik ütőképes lehet majd tavasszal is. Természetesen szeretnénk erősíteni is, de én úgy gondolom, hogy ez a keret, ez nagyobb feladatokat is meg tud oldani. Mely posztokon kell erősíteni? Én azt hiszem, hogy ebbe az öröm pillanataiban nem menjünk abba bele, hogy milyen posztokra, hogy akarunk erősíteni. Én úgy gondolom, amelyik csapat 3 gólt tud szerezni Diósgyőrbe, az már jelent valamit, és jó erőt képvisel. Köszönöm szépen, gratulálok a győzelemhez. Én innen búcsúzom a stadionból, de természetesen tovább folytatódik a 3. félidő. Tartsanak velünk! Én talán először hallottam Détári Lajos nyilatkozatában valamiféle olyan önbizalmat, ami már tényleg azt jelenti, hogy most összeállt a kép, de hogy mennyire állt össze, azt most egészen részletesen megmutatjuk. Egy játékhelyzeten keresztül jön a nagyító. Hát ezeket a hibákat nézzük meg, amelyeket az edzők is mondtak, meg mi is észrevettük. Itt nézzük meg, hogy ugye az egyik főszereplő Balogh Zoli, aki egy előrevágott labdával próbálkozik, és itt jön az az önhiba, amit ugye saját magát verte meg a Diósgyőr, mert nézzük meg, hogy egy védőnek meg kell támadni a labdát, minimum fejjel kell elhárítani a veszélyt, helyette hagyta lepattan, és a lepattanó labdát ugye sokkal közelebb van Pölöskei Péter a labdához, és innentől kezdve ki van zárva a védő, ráadásul Pölöskei 190 centis robosztus játékos, és innentől kezdve a veszély egyre nagyobb volt, szépen beforgatta, ezen a jeges talajon a kapus nem tudott ugye eldőlni. És itt a másik egy villámgyorsan elvégzett szabadrugás, és nézzük meg a diósgyőri középpályások és a védők hova tolódtak, áttolódtak a másik oldalra. Hát ekkora előnyt, ekkora luxust adni egy ellenfél csatárnak nem szabad, nem lehet, végzetes öngyilkosság, és innentől kezdve már a szerencsém múlott, hogy a hazaik elkerülik a gólt, de Szomália szépen megoldotta, és ezzel azt hiszem, hogy el is dőlt a mérkőzés. A vége tehát 2-3, mi pedig a folytatásban hamarosan majd megmutatjuk, hogy hogyan lökte a Siófok kieső helyre a Lombard Pápát, de előtte még a Honvéd szombathelyi haladás mérkőzéssel folytatjuk az összefoglalót. A kapuban Kemenes továbbra is Sánta helyettesít, és egy eltéréssel ez ugyanaz a csapat, amelyik Győrben nyert, az viszont komoly eltérés, mert nem volt Torgelle, a helyén Délceg játszott Csupka Attila döntésén.